múzeum kimondottan a holvázi porcelángyár és elődei termékeit hivatott bemutatni, ezt elkezdték lelkes amatőrök gyűjteni, és ennek a bemutatására és nyilvánossá tételére jött létre maga a múzeum. '86-tól 1995-ig a holovázi porcelángyár adta a Forma 1-es magyar futamra a nagydíjakat, ezek mindegyiképől látható itt egy másodpéldány. Van közte amúgy egy más dolog miatt is különleges darab, egész pontosan ez a váza, ugye 1987-ben ugyan Forma 1-es nagydíj volt. Eredetileg egy más alkalomra lett ez a váza tervezve, ez egy régi kőedény vázának a porcelán másolata, és 1985-ben, amikor a pártállam fölvette a Vatikánnal a diplomáciai kapcsolatot, ezt a vázát vitték II. János Pál pápának ajándékul. De hogy mitől különlegesek ezek a trófeák, mert én laikus vagyok, nem vagyok egy porcelán rajongó, nekem szép, jól néz ki, de ugyanúgy szép és jól néz ki egy étkészlet is. Tehát, hogy ezek mitől különlegesebbek? Egyszerű alkalomra készültek, tehát ezeknek a nagy része kereskedelmi forgalomba egyáltalán nem kerül. Ezekből 3 darab készült, egy át lett adva, egyet a múzeumban őrzünk, egy pedig a gyári műtaraktárban található. De hogy sokkal nehezebb ezeket legyártani? Sokkal mívesebbek? Igen, mívesebbek. Ugye látjuk, hogy a legtöbb kobalttal díszítve van, aminek, tehát ezek a sötétkékek, tehát ugye ennek az ára eleve az arannyal vetekszik, illetve rengeteg aranyat tartalmaz. Tehát ezekben grammra kifejezhető súlyú arany van a díszítésként rajta. Van itt nekünk egy Szász Endre nevű úriember portréja kirakva, ő miért különleges? Igen, ugye a gyárny Aranta művésztelepeket tartott fenn, itt nagyon sok kortárs képzőművész megfordult, ugye Viktor Vasarellitől kezdve Amerigo Tottón keresztül nagyon sok mindenki. Szász Endre Amerikából hazatelepült festőművész, köthető a legjobban Hullóházához. És mit jelent az, hogy művésztelep? Hát, hogy művészek jöttek igen, ide? Igen, tehát itt biztosította a gyár szállást, és akkor kedvükre alkothattak a porcelánból. A porcelán mindenképp vonzó a művészeknek, ugye a porcelánra, ha jól rá van égetve a szín, az soha nem fog változni. Tehát a vásznon ecsettel fölvitt színek az idő múlásával változnak, úgyhogy nagyon sok művész ezért szeret nagyon porcelánnal dolgozni, és ugye a holóházi porcelángyár volt olyan nyitott, hogy ő bevállalta ezeket a művésztelepeket és támogatta. Az a címe, hogy Utazás, és a Hilton szálló előterébe található az eredetie. Nagyon érdekes az, hogy mint említettem, ugye én teljesen laikus vagyok porcelán téren, de hogy milyen felhasználásai vannak így a porcelánnak egyáltalán, azon túl, hogy étkészlet, amivel vasárnapi ebédet család találkozik. Ugye a leginkább az étkészletek, illetve a dekorációs dolgok, de ugye mint például itt látjuk, falakat lehet vele burkolni, de ugye porcelán szigetelő gyártás régen nagyon jelentős volt, ami ugye a villanyoszlopokon tartotta a drótot és szigetelte. Tehát tulajdonképpen azzal indult a porcelán gyártás Holovázán. Valami erősebb anyagból készülnek, amik ilyen közterületi felhasználásban jutnak el? Igen, illetve nem is annyira az anyag, hanem a speciális rögzítés. Tehát itt Holóházán kidolgoztak egy olyan technikát, amivel ezeket a porcelánlapokat közterületen, illetve szabadba tudták úgy rögzíteni, hogy az, hát azért persze vigyázni kellett rá, de viszonylag hosszú illető és sérülésmentes volt. Ennyire innovatív, újító volt a holóházi porcelángyár, hogy művészek jöttek ide, akiknek volt egy külön kvázi kolóniája, hogy új technológiák, gyártási technológiák alakultak ki. Ekkora nagy szerepe volt a gyárnak? Igen, tehát mindig is volt egy olyan részleg, ami az állandó fejlesztéssel foglalkozott, mondanánk innovációval, és egy elég nyitott volt a gyár az újítások felé, illetve a művészek megkeresésére. Ezek szemmel láthatóan azért másféle porcelánok, mint amiket a lenti részen láttunk. Mitől másak ezek? Így van, tehát ez tulajdonképpen kőedény, nem finom porcelán, tehát kicsit más az összetétele, illetve más a technológiája. Leginkább azt különbözteti meg a porcelántól, hogy a legmagasabb hőfokú égetés kimarad, vagyis alacsonyabb hőmérsékleten van égetve. És ugye ezek gyakorlatilag népművészeti alkotásnak tekinthetőek, hiszen teljesen népi ízlés szerint vannak festve. A kőedényt ugye az 1820-as évektől 1948-ig gyártották, ezek a legelső termékek még nincsenek jelölve, tehát nincs rajtuk márkajelzés, de némelyiken találunk dátumot, ez például 1869-ből való.
És ez egy... micsoda is? Igen, ez egy pálinkás bugykos, egy imakönyv alakú pálinkás bugykos. Ugye itt tréfásan férfi imakönyvnek nevezték ezt régen. Itt van az a 44 centis nagy tál, ami az 1900-as párizsi világkiállításra készült. Ez ott díszítette a magyar pavilont, és onnan került vissza. Amúgy ezt az én anyaim nagyobban festette. És milyen sikere volt ennek Párizsban? Hát állítólag üzentek, hogy az a festő, aki ezt festette, az menjen ki és kap egy műhelyt 40 festővel, csak tanítsa meg őket így festeni. Tényleg? Igen. Ezt a családi legendárium úgy tartja, hogy visszaüzentek a franciák, a kiállítás szervezők. Itt Hólóházán annyira a gyárhoz kapcsolódott minden, hogy például kialakult egy olyan népszokás, láthatunk olyan falitányérokat, amin női nevek láthatóak. Ne, nekem most ez lett a kedvencem. Éljenek a magyar leányok. Hát ugye ezt mindenféle felirattal ellátták. De ugye van olyan, amin női név látható, és a többihez többivel összevetve jóval díszesebb a festése. Uh-huh. Tehát itt kialakult egy olyan népszokás, hogy ugye a gyárban leginkább férfiak dolgoztak, a festők is férfiak voltak, valaki kiszemelte egy lányt, akkor illett egy részére, nevére szólóan megfestett tányért küldeni, és akkor ha a lány ezt a tányért elfogadta, ez azt jelentette, hogy készen áll az udvarlásra. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, hasonló 360 fokos videókért pedig iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára.